Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, egy terminálos hangrögzítésről fogok beszélni, és nem csak a mikrofont fogom most rögzíteni, illetve nem a mikrofont szeretném rögzíteni, hanem azért gondolkodtam el ezen, mert vannak olyan programok, ami audiót ad számodra, például valakivel csetelsz, és szeretnéd az ő beszédjét rögzíteni, vagy van egy stream, amit szeretnél rögzíteni, vagy egy rádióadás, amit későbbiekben nem tudsz letölteni, hiszen azt tudjuk, ugye, a régebbi videóban bemutattam, hogy a mediaclick.hu-n nagyon-nagyon sok rádióadást le tudsz töltögetni, megvágni és archiválni teljesen legálisan. Azaz előfordulhat olyan, hogy egy rádióadást vagy egyéb hangforrást az internetről nem tudsz akkor meghallgatni, nem tudsz itt ülni, nem tudsz arra figyelni, amikor ő előadja, és utólag nem tudod beszerezni. Ezt fel kellene valahogy venni. Erre lehet célprogramokat keresni. A legvégső megoldás, ami egyébként nagyon-nagyon rossz megoldás, hogy fogod és egy képernyő felvevő programmal, akármivel OBS-sel felveszed. Hát ez a legrosszabb megoldás, amit el lehet képzelni, hiszen videóként rögzíted a dolgokat. Ehhez hívtam segítségül a terminálos ismereteinket, ami nagyon fontos, akár rádiót, podcastot, akármit, tehát amit föl szeretnél venni, ha az nem törvényileg megengedett a rádióadások felvétele, megengedett magáncélra való rögzítése, hogyha valakinek kétségei vannak és úgy gondolja, hogy például a Kossuth Rádióba a 20. századi történelem című műsort nem szabad felvennie, nem szabad letöltenie, legyen szíves megkeresni az ügyfélszolgálatot, és nagyon jól eligazítják, hogy mit szabad és mit nem. Azaz, hogyha törvényileg megengedett, akkor avval semmi probléma nincs. Ha például podcastot szeretnél felvenni, valaki dumál jó sokat, vagy akármi, és hát kétségeid vannak, hogy az ő hangját rögzítheted-e, vagy nem, már későbbiekben nem tudod letölteni, megszerezni, meghallgatni, akármi, akkor mi a teendő? Akkor kérdezz rá, hogy szabad-e? Ennyi. Nem kell nagyon bonyolítani a dolgokat. Ha az én hangomat, egy előadásomat valaki fel szeretné venni, akkor nem kell körbejárni jogilag a dolgokat, megkérdez engem, és megmondom. Igaz? Ugyanígy kell gondolkodni, hogyha van egy podcast, akármi, ami későbbiekben nem elérhető, akkor megkérdezed az emberkét, hogy bocsi, légy szíves, megengedni, hogy én a számítógépemre rögzítsem saját célra, ezt mindig ki kell hangsúlyozni saját célra, és utána nagyon nagy a valószínűsége, hogy azt mondja, hogy igen, no hát lépjünk is tovább. Mi a megoldás? A megoldás nagyon egyszerű. A megszokott FFmpeg-et fogjuk segítségül hívni, az F-pulze, ha pulze audiót használsz, ha alzát, akkor alzát kell oda beírni, i, difo, és adsz egy nevet. Oké, én az out 2345 VAV nevet szoktam adni, így az FMPEG felismeri, hogy VAV-ba, tehát Windows-os audio file formátumba szeretnék rögzíteni. Ez egy nagyon egyszerű formátum, nincs vele nagy probléma, egyetlen egy helyzet van, elég nagy fájlokat csinál, de nincs benne erőteljes tömörítés. Azaz, nyilvánvalóan ezt a legegyszerűbb kezelni, ezt a legegyszerűbb utána megvágni, és utána azzá alakítom, amivé szeretném. Ezzel lehet javítani, nyilvánvalóan át tudod tenni röptébe menet közben, rögzítés közben MP3-ba, vagy amiben szeretnéd, beállítgathatod hozzá a bitrátát, meg egyéb ilyen dolgokat, minőséget, egyebet beállogathatsz. Én nekem igazából erre nincs szükségem, mert nagyon-nagyon ritkán használom, most került elő egy előadás, illetve egy rádióadás felvételénél, hogy bizony ezt így meg lehet oldani, hogyha ennél jobb, kényelmesebb, összetettebb parancsort szeretnél, akkor fogod az FFmpeg leírását, és beállogatod olyanra, amilyenre neked teljesen kényelmes. Az interneten rákeresül 1 millió plusz egy olyan beállítási lehetőség van, akár kéz parancs megosztások is vannak, amik ezt pontosítják, szebbé, jobbá teszik, de nyilvánvalóan egy sima beszéd, hát az igazából nem olyasmi, amit hát nagyon nagy bitrátával, nagyon nagy minőségbe szerettem volna felvenni, hanem csak annyi, hogy hát legyen meg, meghallgattam, összeraktam MP3-ba, elejét, végét levágtam, aztán ennyi kalapkabát. Nem kell ezzel túl sokat vacakolni, jó a VAV, nagy fájlokat csinál, de a gépen eltér,
utána bármelyik program felismeri. Ezzel kettő darab probléma lehet, amiben belefutottam. Nem vesz fel semmit. Ez elő szokott fordulni, mert nyilvánvalóan a modernebb gépekben van egy alaplapi hangkártya, meg a videokártyában is van valami hangkészítő kütyű, meg hogyha még azon kívül van egy komolyabb mikrofonod, a komolyabbat és úgy, hogy hát egy USB-s kondenzátoros vagy egyéb mikrofonod van, amiben van ilyen kis hát hangkártyaszerűség, akkor az is megint egy hangeszközként fog szerepelni. Be kell állítani pontosan, hogy mit szeretnék felvenni, melyik bemenetről, ami jelen pillanatban hangszóról kimenet, jöjjön a programba, az FFmpegbe a default beállítású hang. Ezt megmutatom, hogyan kell, pofon egyszerű. A másik gondolat az, hogy nyilvánvalóan azért nem tudtam meghallgatni azt a rádió műsort, amit nem lehetett utólag visszahallgatni sajnálatos módon, azért nem tudtam meghallgatni, mert dolgoztam a gépemmel. Hát ilyenkor nyilvánvalóan, ha dolgozik az ember, akkor nem szeretné, hogy menjen a füle mellett a beszéd, mert akkor meg meghallgatta volna, nem? Logikus dolog. Tehát ki kellene kapcsolni a hangszórót úgy, hogy nem fizikailag kapcsolom ki, csak átirányítom a hanghullámokat, a hangadást egy másik eszközre. Azaz, így egy másik program simán tudja használni majd a későbbiek folyamán a hangszóromat, azaz a rendszerhangokat hallom, ha Skype-olok, illetve akármilyen egyéb hangot adó eszközt használok, akkor a hangszóróból az szólni fog. Azaz, első körben kell nekünk egy hangadás, amivel most szimuláljuk a rádióadást, ennek örömére természetesen, hogy a előző helyzetet, amivel ezt csináltam, szimuláljam, egy rádióadást fogok elindítani, és azt fogom rögzíteni, illetve ti nem fogjátok hallani, de a kijelzőkön mindent elmagyarázok, hogy mi van, és mi az, ami igazából látni kell, és mit kell átállítani. Az, hogy halljátok az adást, az nem olyan izgalmas. El is indítok egy adást, és megmutatom, hogyan kell felvenni. Egyetlen egy trükk, de ez egy kitérő, hogyha szeretsz visszahallgatni rádióadásokat. Egyébként sok zene van, meg egyéb fent ezen a portálon, és bele lehet hallgatni régebbi adásokba is, 30 vagy 60 napig fent van. A lényeg az, ha nem hallod azonnal a zenét vagy a szöveget, akkor ki és visszakapcsolod a hanglejátszót, mert sok rendszerben le van tiltva az automata hanglejátszás, automata videólejátszás, és ezzel kap egy impulzust, és utána már hallani is fogod. A következő feladat természetesen az, elindítjuk a lejátszást, most én átállítom 3-asra, ne érje az előző fájt természetesen felül, hiszen arra még szükségem van, rá fog kérdezni egyébként, ha ugyanolyan nevű fájt talál, és akkor leenterezheted, illetve a Yes gombot az Y megnyomásával felülírja, az N-nel pedig nem írja felül azt a fájt, akkor új nevet kell majd adni neki. Így biztos, ami biztos, rákattintok, és látjátok, hogy nem láttatok semmit, egy picit gondolkodott, dolgozott, de most már elindult a dolog, elindult a felvétel, azaz nem az utolsó pillanatban kell kapkodni és idegeskedni, hogy ez a vacak nem vesz fel, nem jól működik, miért nem indul, hanem egy-két másodperccel előtte elindulni, mielőtt az adás megkezdődik. A következő gondolat, hogy erre nekem itt jelen pillanatban nincs szükségem, erre sincs, de hát ez most itt fog maradni. A következő, mi az, ami fontos számunkra? Megnyitjuk a hangerő szabályzót. A Pulse Audio-nak egy nagyon jó kis hangerő szabályzója van, és azt meg tudjuk nyitni. Meg tudjuk nyitni, és ide is hozom, és lehet látni, hogy van egy olyan fül, ami nem szokott ott lenni, hogy felvétel. Ha az szépen az SSR-nek a kijelzését, ne figyeljétek, az alatta lévő lesz a fontos számunkra, ha ez számodra szépen itt mozog, akkor természetesen a felvételed működik, azaz a megfelelő hanghatás, ami jelenleg kikerül a hangszóróra, az rögzítése is kerül, azaz hallod is, és a felvétel is megtörténik. Ha véletlenül nem így van, akkor oda mész a lejátszáshoz. A LibreWolf, ez a Firefoxnak egy verziója, lényegtelen, ez a böngésző, és itt lehet látni, hogy az adott leolvasod ezt a nevet, ami itt van, és utána látod, hogy szól a
hang, megy az adás, és a felvételhez ide mész, és itt beállítod egy legördülő menübe, kiválasztod, ennyi. Jelen pillanatban hallani a szöveget, és rögzíti is a szöveget. Nagyon kényelmes. Ennél kényelmesebb dolog szerintem nincs, hiszen előfordulhat az, hogy szeretnél valamit rögzíteni, és hogyha szinkronban van a kapott, azaz a programhoz rendelt lejátszó eszköz, és a felvétel az FFmpeghez rendelt eszköz szinkronban van ugyanaz, akkor természetesen a rögzítés megy. Én belefutottam abba, hogy valami miatt az a FFmpeg az nem azt gondolta, hogy az én általam alapértelmezettnek beállított, és a alaplapi audio kimenetet használó eszköz lesz, amit a LibreFox használ, természetesen, ahhoz van beállítva, és nem az volt, és nem volt felvétel. Ment egy 5-10 percet a próba alatt a felvétel, és megnéztem, na hát ezt hogyan tudom vágni, milyen a hangerő, egyéb, a hanghullámot Audio City-ben megnéztem, nem működött, nem vett föl semmit. Hát bizony, mert ő automatikusan a mikrofonhoz próbálta hozzárendelni a felvételt, logikus, nem? A mikrofon, ami most hozzá van rendelve az SSR-hez, az természetesen abba szoktak felvenni, és nyilvánvalóan ő nem tudta, hogy mi más forrásból szeretnénk volna felvenni valamit. Oké, ennyi, ha ezt szinkronba hozod, akkor felvételt simán elkészíted. Igen ám, de nyilvánvalóan a LibreWolf-nak a hangkimenete mihez van hozzáállítva? Hozzá van állítva a hangszóró kimenetemhez, tehát a hangszóró eszközhöz. Természetes dolog ez, hiszen hogyha hozzá van rendelve a LibreWolf-hoz a hangkimenet, hangszórónak a hangkimenete, akkor hát hallgatni tudom. Hát nyilvánvalóan egy lejátszásnál, egy YouTube videó nézésnél, egy podcast hallgatásnál, vagy akárminél logikus, hogy a hangszóron szeretném, hogy kigyűjjön a hang. Logikus. De most nem azt szeretném, ez volt a második felvetés. Ha dolgozol, vagy éppen a család alszik, de te fel szeretnél venni, és nem szeretnéd mondjuk a hangszórókat kikapcsolni, mert az nem igazán menő dolog, vagy éppen más szeretnél hallgatni egy másik eszköz lejátszásával, akkor ezt fogod, átállítod, ha van egy másik, és akkor a másikhoz hozzárendelted másik eszközhöz, ez a HDMI audio kimenetem, ami a hangkártyán van, oké, hozzá van rendelve, a lejátszás megy, ő próbálna a hangot adni, de a hangszórók nem szólnak, mert nem ahhoz van irányítva. A felvétel, oppá, a felvétel olyan, mint amikor az elején láttam, amikor elbénáztam a felvételt, nincs itt semmi mozgás. A felvétel az SSR-nek a felvételen, ami mikrofonhoz van, ide van írva, gumi, kompakt, kondenzár, mikrofon, analóg, sztereó, ahhoz van hozzárendelve. Ő azt veszi föl. Oksi, hát ő meg nem vesz fel semmit. A felvevőm, a FFmpegem, miért? Mert nem ahhoz az eszközhöz van hozzárendelve. Nem mondtam meg neki, hogy azt szedje fel, hát én most megmondtam, és látható úgy, ahogy látjátok, már a felvétel simán működik, és nagyon jól lehet látni, hogy az én hangom, meg az ő hangja különböző erősségű. Ha véletlenül itt a csuszka, azaz a felvétel, egy kicsit halk feljebb tudod húzni, hogyha esetleg úgy érzed, hogy nagyon hangos, torzít, meg egyéb, nem szokott ilyen probléma lenni, lejjebb tudod húzni. Oké, ennyi. A másik kérdés, ami elő szokott fordulni, és nagyon jól meg van csinálva az FFmpeg, ebből a szempontból is hozzáteszem, hogy hogyan állítom le a felvételt. Hiszen nincs most semmi olyan gombom, mint például az Audio City-ben, hogyha fel szeretnék venni valamit, ott rengeteg gomb van, leállít, indít, meg ilyesmiket csinál, illetve hát nyilvánvalóan a videó felvevő eszközöknél is van indítás, leállítás, szüneteltetés, itt semmi ilyesmi nincs, ez van külön parancs, nem. Nagyon-nagyon jó dolog az, mindjárt előkerítem a terminálunkat, hogy ő szépen dolgozik, mind a kisgőző megmutatja, hogy mekkora fájt készített, mindenfajta 6 perce már ez megy, ó, mindenfajta egyéb dolgokat kiértékel nekünk, kiír a bitrátát, meg egyebet. Na, oké, de ugyan állítjuk le? Nagyon egyszerű, Ctrl-C-vel. Ugyanúgy
Ugyanúgy állítjuk le, mint akár melyik futó programot, és nem kell félni, hogy itt ő azt fogja csinálni, hogy a WAV file sérült lesz. Előfordul, aki videót rögzített és becsapta az ajtót, tehát hirtelen bezárta mondjuk a programot, a felvevő programot, és utána előfordulhatott, hogy rossz volt a videófájl, le se lehetett játszani, a hang, a kép, meg egyéb csúszott, meg egyéb hibák előfordultak, ha nem szabályosan állította le a programot, tehát nem állította le előbb a felvételt, és utána a programot, akkor gond lehet, hogy nem. Hát bizony, ők azt mondja, hogy az exiting, tehát a kilépés normális volt. Normális volt. Tehát ez a fájl rendesen le lett zárva, hogy úgy mondjam, azaz nagyon szépen fog működni, nagyon szépen meg lehet majd nézni, vágóprogrammal, vagy egyszerűen, hogyha olyanod van, vissza tudod játszani, vissza tudod hallgatni. Amire érdemes figyelni, nyilvánvalóan, hogyha valaki fel szeretne venni egy hosszabb műsort, nem 5-10-15 perceset, és itt a gép előtt van, hanem hát tudja, hogy az a műsor 1 óra 20 percig tart, akkor nem kell visszajönni neki ide a géphez, hanem egyszerűen meg tudja mondani azt a programnak, a számítógépének, hogyha Linuxot használ, hogy AT 20 óra 00, akkor legyen szíves véghez vinni valamit. Az AT programot ismeritek, írtam róla a cikket, meg közismert program, ez egy időzítő program, azt mondjuk, hogy AT 20, 00, akkor légy szíves valamit csinálni, leenterezed, tehát nem mögéje írod a parancsot, és beírod, hogy kill all, és ffmpeg, és megnyomod a Ctrl D-t, és utána elkészül az a feladat lista, azaz egy darab feladatból álló listád, amit majd 20 óra 00-kor a műsor végén, inkább így mondom, el fog küldeni egy szignált, gyilkoljuk le az összes FFmpeget, és utána kalapkabát le fogja önmagát állítani. Ugyanolyan leállítással, ugyanolyan biztonságosan le fogja állítani, mintha te nyomtat volna meg a kilépési billentyű kombinációt. Azaz, nem kell félni az FFmpegtől, nagyon jól ilyen egyszerű feladatokra, bonyolultabb feladatokra bekonfigurálható, vedd föl azt, amit szeretnék, elindítja az ember, beállítja hozzá, ha van több hangkimenet, hangbemenet, meg egyéb ilyesmi, amelyiket szeretné felvenni, nyilvánvalóan a programhoz rendelt hangeszköznek a hangját fogja tudni ez rendesen felvenni, hiszen az a célunk, és utána meg legyilkoljuk, lezárjuk a programot, amikor annak vége van, és utána élvezzük a felvett hanganyagunkat. Egyszerű dolog. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok. Nem egy nagy dolog. Biztos lehet hozzá találni grafikus programot, ami ugyanezt megcsinálja, és még csili-vili is. De valljuk be, egy háttérbe futó program, egy terminálos program sokkal egyszerűbb, sokkal kezesebb, mint keresni egy grafikusat, és utána azt megtanulni. Ez nagyon egyszerű, nekem nagyon bevált. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!